Műsorunk vendége Palágyi Szabolcs, a Topolyai TSC labdarúgó klub igazgatója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Megkezdődött a bajnoksága a felnőtt csapat számára, már két bajnoki fordulón vagyunk túl. Igen, túl vagyunk két bajnoki fordulón, hát egy sikeres mérkőzésen és egy sikertelenen. Hazai pályán a Verses csapatát legyőztük, azonban az elmúlt mérkőzésen a Duna csapatától 1-0-ás vereséget szenvedtünk. Ez volt az a mérkőzés, amelyet meg kellett volna nyerni ahhoz, hogy felzárkozunk az első két helyezett csapathoz. Hát sajnos elveszítettük a mérkőzést, nagyon rosszul kezdtük, az első 10 percben már a hazaiaknak volt három lehetőségük, ebből az egyiket be is lőtték, valamint a 36. percben történt egy kiállítás a csapatunknál, Nédicset kiállították, és valójában ez meg is pecsételte a mérkőzés végkimenetelét. Utána cseréltünk a második fél időre, sikerült felpörgetni a játékot, adódtak lehetőségeink, de sajnos ezeket nem tudtuk belőni, és utána történt még egy kiállítás csapatunknál, Cvetkovicot is a játékvezető elküldte idő előtt zuhanyozni. Hát valójában ez a két kiállítás, ez nagyon nem jött jó, az mellett, hogy veszítettük a mérkőzést, mert a következő mérkőzést hazai pályán a Bórac ellen játsszuk, és hát valószínűleg, hogy meg fogjuk érezni hiányát ennek a két játékosnak. Végeredményben azért nem olyan rossz a mérleg, főleg, hogyha nézzük azt, hogy négy adott gól, egy kapott gól mellett, és hát sajnos ebből ugye egy vereség és egy győzelem jött össze, de hát tudjuk azt, hogy a csapatnak egyelőre azt hiszem, hogy nem is valódi célja a magasabb rangfokozatba való jutás. A csapatunk megpróbál minél jobb eredményeket elérni a bajnokság végéig, hogy mire lesz ez elég, azt majd meglátjuk. Mindenféleképp alakítjuk a csapatot, szeretnénk olyan ütőképes csapatot kialakítani, amely azért fel tud majd jutni idővel a másodosztályba. Ahogy említettük, ezt a négy lőtt gólt és egy kapott gólt, én sokkal jobban szerettem volna, hogy minden mérkőzést 1-0 arányba nyerjünk meg. Hát úgy látszik, hogy kilőttük az első mérkőzésen a zsákunkban mi volt, és sajnos ez nem sikerült a másodikon, de hát valójában előttünk van még egy rangadó a Bórás csapata ellen. Én úgy gondolom, hogy mindenféleképp ezt a mérkőzést meg kell nyernünk ahhoz, hogy folytatni tudjuk utána a felzárkózást, és valójában rajtunk fog ez múlni, hogy hazai pályán tudunk-e nyerni, mert általában amelyik mérkőzéseket itthon játszottuk, az csak is rajtunk múlott. Jó játékot produkáltunk, csak hát persze, hogy be kell találni a hálóvést. Milyen változások történtek egyébként a csapatban, és ez hogyan hatott ki a csapat játék stílusára? A csapathoz érkező játékosok feljavították csapatunk játékát. Gondolok főleg Erákra és Brankovicra. Erák középpályásunk az elmúlt mérkőzésen is az egyik legjobb volt, a legjobb játékos volt a pályán. Brankovic a védelemben egy tényleg nagyon tapasztalt, nagy tudású játékos. Ők hozzátettek sajnos Péricsnek, a támadónak, őneki még gól nem sikerült bemutatkozni, de itt van a következő mérkőzés, tehát van neki esélye arra, hogy ő is bebizonyítja, hogy erősítésként érkezett csapatunkhoz. Valójában ezek a játékosok hozzátettek játékunkhoz, sokkal magabiztosabb, sokkal jobban támadásszervező csapatnak tűnünk most, és valójában az ami az elmúlt időszakban is gondom volt, ez a helyzeteknek az értékesítése. Én úgy látom, hogy még mindig itt van egy kis gondunk, mert hiába lövünk egy mérkőzésen négy gólt, amikor a következő nem tudjuk bevenni az ellenfél hálóját, de én úgy gondolom, hogy a játék biztató, helyzetek teremtve vannak, tehát rajtunk múlik, hogy az értékesítésen még javítsunk. Azt hiszem azonban, hogy az utánpótlást illetően nem kell túlzottan aggódni, ugyanis nagyon sikeresek az ifi labdarúgók, de ugyanígy a többi utánpótlás korosztály is mind-mind halmozza a sikereket. Igen, fiataljaink nagyon jó úton járnak. Az őszről tavaszra áthozott két fordulóban itt fog eldőlni az, hogy a bajnokság első két helyének valamelyikét ele foglalják majd a pionírok, valamint az ifik is. A serdülőjénk, ők már biztos első helyezettek, és ők a tavaszi első két forduló után fogják játszani majd a feljutásra
szervezett új ligát. A pionieroknak és az ifinek van még két-két mérkőzése, és ezen a két mérkőzésen fog eldőlni, hogy biztos szereplői legyenek, vagy lesznek a ligának, amely tagjai, csapatai fognak küzdeni az első ligába jutásért. Tehát az elkövetkező két hétvége nagyon érdekes lesz számunkra is, és reméljük, hogy eredményileg is tudjuk azt mutatni, hogy igenis csapataink olyan pozícióban állnak, olyan erőt képviselnek, hogy nyugodtan tudnak küzdeni akár az első ligába jutásért is. Hogyan fog ez megnyilvánulni majd a jövőben? Ugye azt hiszem, hogy nem annyira szokványos, hogy egy harmadosztálybeli csapatnak első osztályban mérkőznek ugye a fiataljai. Tehát ez jelent-e majd valamiféle külön kihívást az egyesületnek? Igen, ez mindenféleképp kihívás az egyesületnek. Ami nagyon fontos, tehát, hogy első ligát játszva valamelyik kategóriánk, valamelyik csapatunk, korosztályunk, ők sokkal nagyobb tapasztalatot tudnak majd szerezni, vagy tudnak szerezni az első osztályú, jelenleg első osztályú felnőtt csapatok fiataljai ellen, tehát sokkal jobban lesznek a középpontban, sokkal több utazásuk lesz valójában, akkor Szerbia egész területén tudnának játszani, és ez nagy kihatása lenne a minőség javulása is, tehát mindenféleképp Topiának szüksége van egy első ligás fiatal korosztályra, mert ez az az út, amelyet ki kell, hogy járjunk ahhoz, hogy a felnőtt csapatnak valójában a felnőtt csapat jelenlegi harmadosztályú szintjét is, hogy megjavítsuk és esetleg magasabb osztályba tudjunk jutni, ahová már nagyon fontos, hogy mi termeljünk, mi készítsünk elő játékosokat, tehát a mi gyerekeink, akik nálunk nevelkedtek, ők legyenek azok, akik majd szerepelnek magasabb osztályban is a TSZ csapatában. Minek köszönhető ez egyébként, hogy a fiatalok ennyire sikeresek? Köszönhető annak, hogy komoly szakmai munka folyik nálunk, valamint az utóbbi időben olyan szelekciót csináltunk, olyan válogatást, olyan játékosok érkeztek a csapathoz, olyan játékosokat hoztunk, akik mindenféleképp hozzátettek a valamikori csapatunkhoz, tehát minőségbeli javulást okozott ez, hogy ők érkeztek hozzánk, és én úgy gondolom, hogy erre szükség is volt ahhoz, hogy tényleg komolyabb ligát játszunk. A legfiatalabbaknál nagyon szépen dolgozunk, ők jönnek föl, de még ők túl fiatalok ahhoz, hogy esetleg serdülő vagy ifistaként mutatkozzanak be. Tehát jelenleg még hozni kellett játékosokat, de reméljük, hogy a közeljövőben ez meg fog fordulni, és mi fogjuk termelni, előteremteni játékosokat csapatunk számára, és nem kell olyan sok játékost hozni a környékbeli falvakból, városokból, de ennek meg lesz a visszairánya is, mert ahogy a topi fiatalok fognak fejlődni, úgy a környező falvaknak is jutnak majd játékosok, fiatal játékosok is, és reméljük, hogy az elkövetkező időszakban az egész Topia községnek labdarúgása valamilyen szintű fejlődésbe fog majd részesülni. Nyilván, hogy ez a teljesítmény, ezek az elért eredmények is hozzájárultak ahhoz, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség éppen a Topiai Labdarúgó Klubot választotta ki egy úgynevezett délvidéki sportakadémia létesítésére. Halljunk erről is néhány szót. Igen, az eredményeknek köszönve, valamint a jó szakmai munkának köszönve kapunk majd segítséget a Magyar Labdarúgó Szövetségtől. Ez egy nagyon jó dolog, és valójában ez nekünk egy nagyon, nagyon komoly dolog is, mert nekünk ezt az egész befektetést majd tükrözni kell eredményekkel, alá kell támasztani eredményekkel, de örülünk annak, hogy ennek köszönve, tehát a topiai labdarúgás, valamint az egész Bácska régiónak a labdarúgása magasabb szintre fog jutni. Mi fog itt Topolyán majd felépülni, mi fog itt majd létesülni a tervek szerint? A tervek szerint akadémiát tervezünk felépíteni, amely biztosítsa a fiataloknak a komolyabb és zökenőmentesebb szakmai képzés, szakmai munkát. Valójában nekünk nagyon nagy gondjaink vannak télen, a téli és esős időszakokban a pályákkal. Annyi korosztályunk van, hogy kinőttük a jelenleg
meglévő pályákat, tehát nekünk olyan pályákra van szükség, amelyeken rossz időben, valamint téli időszakokban is tudunk dolgozni. Sajnos ez jelenleg nincs meg, de az elkövetkező időszakban ez meg fog valósulni, és akkor már csak rajtunk fog múlni, hogy a szakmai munkát azt tudjuk-e maximálisan átvinni a gyerekekre, és hogy ezek a fiatal gyerekek, hogy minél gyorsabban, minél jobban tudjanak magas szintű játékosokká alakulni. Említettük ugye, hogy a tapolyai labdarúgás szintjének a feljavulása az majd várhatóan a környező klubokba is begyűrűzik, de emellett azonban a környező klubok is számíthatnak konkrét anyagi segítségre is. Igen, a kluboknak is fogunk majd segítséget nyújtani, úgy szakmai szempontból, mint anyagi szempontból is, tehát törekszünk arra, hogy ezek a klubok is elégedettek legyenek, ezek a klubok is ezt a topai klubot valójában sajátjuknak érezzék, alközpontok fognak kialakulni, és ezekben az alközpontokban fogunk majd biztosítani olyan szakmai munkát, olyan edzőket, akik segítségével az ottani labdarúgó egyesületek is, és úgy látom, és úgy is gondolom, hogy sokkal fényesebb jövő elé néznek majd. Ami a nagy stadiont illeti, a jövőben a tervek szerint ezt is alkalmassá fogják majd tenni, akár válogatott mérkőzések lejátszására is. Ugye azt hiszem, hogy az UEFA-nak vannak valamiféle kategóriái, és egy magasabb kategóriához lesz majd ez a stadion felújítva. Igen, egy stadion is ki lesz majd alakítva. Valójában ez az akadémiának lesz a centerpályája. Próbálunk olyan feltételeket biztosítani csapataink számára, és városunk számára, hogy ide tudjanak más labdarúgó csapatok is érkezni. Vendégül tudunk látni egyes csapatokat, de mindenféleképp arra fogunk törekedni, hogy a topi és környékbeli szurkolóknak, lakosoknak olyan feltételeket biztosítsunk, hogy azért hétvégenként kijárjanak a topi a mérkőzéseire, és szívesen nézik a mérkőzéseket, valamint ez egy nyugodt időtöltés legyen, ahogy ez különböző európai országokban jelenleg meg is van. Hát sajnos ez Szerbiában annyira még nagyon, nagyon az elején van, de én úgy gondolom, hogy különböző tartalmakkal ide tudjuk csalogatni majd a nézőket. A közelmúltban a csapatnak sikerült egy kupa mérkőzést is sikeresen megnyerni. Igen, szerdán a Szabadkai Területi Kupába játszottunk a legjobb négy közé jutásért. Ezen a mérkőzésen a Túria csapata szerepelt topján. Egy fiatalabb fölállása, fiatalabb játékosokkal összeállt csapattal álltunk ki a Túria csapata ellen. 0-0 volt valójában a mérkőzés végeredménye, és utána büntetőkkel sikerült 5-3 arányban nyernünk és bejutni a legjobb négy közé. Hát itt is azért szeretnénk megismételni a tavalyi eredményt, amikor csapatunk megnyerte ezt a területi kupát. Valójában ez nagyon jó dolog számunkra, mert itt a fiatalabbakat és azokat a játékosokat, akik esetleg a bajnokságban nem annyi lehetőséget kaptak, ők is megkapják ezen a kupa mérkőzésen a lehetőségeiket, és valójában az elmúlt szerdai mérkőzésen ezt a fiatalok, jelenleg ifista játékosok is nagyon, nagyon jó kihasználták ezt az esélyt, és úgy gondolom, hogy a közönség, aki követte ezt a mérkőzést, az is elégedett volt, és örülünk neki, hogy látok olyan játékosokat, akik esetleg az elkövetkező 2-3 évben majd topjának a felnőtt csapatába be is fognak mutatkozni. Végezetül ejtsünk még néhány szót a TSC testvérklubjáról, a Bajsa csapatáról. Ők hogy állnak most a bajnokságban? Hogyan sikerült számukra a tavaszi kezdés? A Bajsa számára a tavaszi kezdés nem túl jól sikerült. Az első helyezett preparat csapatához látogatott a csapatunk, 4-1-es vereséget szenvedett. Utána a második mérkőzésen sikerült hazai pályán a Proletter csapatát legyőzni 2-0 arányba. Hát ez a mérkőzés és mérkőzésnek a győzelme, valamint a preporodnak a vereségének köszönve csapatunk ott van a második helyen, osztozkodik a második helyen, tehát jó pozícióban van a szerdai soron kívüli forduló
előtt, amikor is valójában a Nyegos csapatához látogatunk Lovcsanácra. A Nyegos csapata ugyanannyi pontszámmal áll a táblázaton, mint mi, tehát ez egy rangadó, amelynek győztese sokkal közelebb tud kerülni majd az első helyhez, és ami nagyon fontos, hogy Bajsa szeretné az első két hely valamelyikét megszerezni, az első hely az direkt vezet a magasabb osztályba, a második hely az osztályozót, második helyezett csapat osztályozót fog játszani a zombori terület második helyezettjével, tehát megvan az esélye arra, hogy csapatunk esetleg jó eredmény esetén, jó bajnokság esetén feljusson a magasabb osztályba is. Bajsán egyébként történt edzőcsere is. Igen, Bajsán egy edzőt, egy tapasztalt edzőt hoztunk. Bulatovics Branislav érkezett a Bajs csapatához. Ő előtte az Enta csapatát, valamint az Adurján csapatát is vezette magasabb osztályba. Tehát ő neki ez mindenféleképp kihívás, hogy ezt a szabadkai ligás csapatot magasabb szintre emelje, úgy szakmailag, mint a ligát illetve is. Hát gondolom, hogy jó húzást csináltunk, és ennek az edzőcserének, ennek a minőségbeli változásnak reméljük, hogy meg lesz majd az eredmény is. Műsorunk vendége volt Palágyi Szabolcs, a Topolyai TSC labdarúgó klub igazgatója, akinek köszönöm szépen, hogy elfáradt ide hozzánk, és hogy mindezt elmondta. Köszönöm szépen.